Az osztrák kisváros Izsgöl az Alpok Ibizájának is nevezik, néhány hónapja viszont az európai koronavírus járvány kiinduló pontjaként híresült el. Szakértők szerint tavasszal az innen hazatérő turisták vitték magukkal a betegséget az Egyesült Királyságba, Németországba és a skandináv országokba is. Markus Söder bajor miniszterelnök tegnap azt mondta, a gyomrom görcsbe rándul, ha a szuperkupára gondolok. Budapest rizikós hely, nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem kockáztathatjuk, hogy ez legyen a futball Izsgölje. Szurkolók a múlt szerdai Ferencváros Dinamo Zágreb mérkőzésen, pontosabban a stadion mellett, mert a meccset az UEFA döntése értelmében nézők nélkül játszották. A koronavírus járvány kirobbanása óta a budapesti Bayern München-Sevilla találkozó lesz az első nemzetközi meccs, ahová beengedik a szurkolókat. Az Európai Labdarúgó Szövetség nem titkoltan egyfajta kísérletnek szánja. A Fidesz kommunikációs igazgatója ma azt mondta, ha betartják a szabályokat, például a maszkviselésre és távolságtartásra vonatkozókat, nem lesz baj. A stadionban lázmérés után lehet csak belépni, a külföldiektől pedig negatív tesztet is kérnek. Minden biztosított lesz ahhoz, hogy azok a szurkolók, legyenek magyarok vagy külföldiek, biztonságban legyenek a stadionban, és ne kapják el a koronavírust. A szocialisták viszont azt követelik, hogy tegyék zárt kapussá a mérkőzést. Nem szabad a magyar embereket kitenni annak, hogy kísérleti jelleggel vizsgálhassa az UEFA, hogy hogyan terjed egy tömegrendezvényen Magyarországon a koronavírus járvány. Közben Budapesten már ma reggeltől forgalomkorlátozások léptek életbe a szuperkupa miatt. Egyelőre csak belvárosi utcákban tiltották meg a parkolást. A legfontosabb indoka ezeknek a lezárásoknak, hogy érkeznek a csapatok, érkeznek az UEFA vezetői, és lassan érkeznek a szurkolóik, és szeretnénk, hogyha ez gond nélkül menne. A Sevilla csapata már Budapesten van, a Bayern München holnap érkezik. 20 000 szurkoló lesz ott a Puskás Arénában. A Politico című lapra hivatkozva 444.hu azt írja, Orbán Viktor is ott lehet a meccsen, mivel a csütörtökre és péntekre tervezett uniós csúcsértekezletet október 1-jére halasztották, ugyanis az Európai Tanács elnöke Charles Michel fertőzöttel érintkezett, ezért karanténba került.